Különleges köszöntőkkel ünnepelték Ferenc pápa 77. születésnapját. Új küldetést kapott a jó öreg Mikulás. És ragyognak a vatikáni karácsonyfa fényei, itt a római riportokban. Ferenc pápa a vatikáni Szent Márta gyermekkórház osztályára egy különös küldetéssel érkezett. Ez a kórház kezeli és gondozza a Rómából és más országokból érkező legszegényebb családokból származó kicsinyeket. A kórházat önkéntes orvosok látják el, és a vincés nővérek működtetik. 16. Benedek hagyományát követve Ferenc pápa is meglátogatta a kórházat, hogy közelről lássa, hogyan segítenek itt a gyermekeken. A látogatás után a beteg gyermekek családjaival és a klinika önkénteseivel találkozott a 6. Pál teremben. A kórházban gondozott gyerekek boldog születésnapot kívántak Ferenc pápának, átadtak neki egy kockákból összerakható képet Ferenc pápáról, miközben a háttérben Michael Jackson Gyógyítsd meg a világot című dala hallatszott. A gyerekek ezután elénekelték a boldog szüli napot, mi alatt vatikáni zászlót idéző fehér és sárga színű tortát hoztak. A gyerekek végül meglepetésként egy fehér galambot adtak a pápának, ám azt mindnyájan tartani szerették volna, még nevet is adtak neki. Sibilla. A gyerekekkel töltött idő után Ferenc pápa az édesanyákkal is találkozott. Mindannyian szerették volna, ha a pápa fényképezkedik a gyermekeikkel. Ám ez a kisfiú ellopta a sót azzal, hogy elcsente a pápa fehér sapkáját. Az éhínség korunk problémája is, becslések szerint 800 millió embert sújt szerte a világban. Felszámolására már ezelőtt is indultak mozgalmak, de most nem kisebb pártfogójuk akadt, mint Ferenc pápa. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. A Szent Atya ezzel a videó üzenettel biztosította támogatásáról a Nemzetközi Caritas Család az emberiség, közös az asztal című kampányát. Üzenetének lényege ez, a betevő falathoz mindenkinek joga van. Nem csak az éhes szájak etetésére gondolunk, hanem arra is, hogy a segélyszolgálat felnőjön az Úr által rábízott feladathoz. A kampányban 164 tagszervezet vesz részt, hogy a rászorulókat élelemhez juttassa, hogy enyhítse a klímaváltozás okozta károkat az élelmiszertermelésben. A globális célok mellett a segítségnyújtást az egyének szintjére szeretnék hozni. Minden szerda este itt vagyunk, tehát most karácsonykor is. A Progetto Arca önkénteseként Cinzia örömmel fogadta a Szent Atya szavait. Csoportjuk már évek óta oszt élelmet a rászorulóknak. Az éhezés az emberiség közös problémája, így a felhívás mindenkihez szól, mondja. Ez ilyen egyszerű. Ha másokon segítesz, magadnak is segítesz. A Caritas kampánya mindenkit felszólít, nézzen körül a vacsoraasztalon, hogy ne vesszen kárba semmilyen étel. Kampányuk arra törekszik, hogy Jézus tanításához híven nem csak a testi, hanem a lelki éhségre is gondot fordítson. Jézus önmagát adta a lélek táplálékául. Ez a gesztus arra int minket, hogy a katolikus, a keresztény hívőnek gondoskodnia kell az éhezőkről. A Nemzetközi Caritas 200 országban van jelen. A kampány nemzetközi imalánccal indult. Rómában a San Francesco a Ripa templomban imádkoztak a mozgalom törekvéseiért. Ez a templom egykor Assisi Szent Ferenc szállása volt.
Ferenc pápa az apostoli palotában fogadta az iszlám együttműködés szervezetének főtitkárát. Ez a szervezet évente kibocsát egy iszlamofóbia nevű jelentést, amely kimutatja a nyugati társadalmak diszkriminációit a muszlimok ellen. Ekmeledin Ihsanoglu a szervezet vezetője, amely 56 többségében muszlim lakosságú államot foglal magába a föld 4 kontinenséről. Fő céljuk, hogy előmozdítsák a muszlim szolidaritást a gazdasági, társadalmi és politikai területeken. A pápa egyenként köszöntötte a főtitkár kíséretét, majd ajándékokat adtak át egymásnak. And this is for the library of the Vatican Ihsanoglu egy 14. századi eredeti ős nyomtatvánnyal kedveskedett a pápának, amelyet Damaszkuszban nyomtattak. A pápa a bizottság minden tagjának egy-egy pápai érmét ajándékozott, és ahogyan ezt a legtöbb vendégével teszi, most is az imáikat kérte. Az iszlám együttműködés szervezetét 1969-ben alapították. Nemzetköziség tekintetében az ENSZ után ez a második legnagyobb, legtöbb államot tömörítő szervezet. A pápával való találkozó azért is jelentős esemény, mert vallásközi párbeszédre bátorít. Advent harmadik vasárnapján gyermekek ezrei érkeztek a Szent Péter térre. Mindnyájan egy apró gyermek Jézust ábrázoló szobrocskát hoztak magukkal. Ferenc pápa Róma püspökeként megáldotta a gyermekeket és a kis Jézus figurákat. Cari bambini, quando pregherete davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me, come io mi ricordo di voi. Vi ringrazio, buon Natale! Családjaik és zarándokok ezrei csatlakoztak hozzájuk, meg is töltötték a teret, sőt az eső ellenére sem fogyatkozott a tömeg. Cari fratelli e sorelle, ma mi spiace che voi siate sotto la pioggia, ma io sono con voi di qua. Siete coraggiosi, Grazie. A szokásos áldáson túl Ferenc pápa röviden szólt hozzájuk az evangélium öröméről. Mint mondta, az örömünknek abból a hitből kellene fakadnia, hogy Isten és az egyház minden egyes szemét szeret és üdvözöl. La chiesa non è un rifugio per gente triste. La chiesa è la casa della gioia. E coloro che sono tristi trovano in esso la gioia, trovano in essa la vera gioia. Ferenc pápa beszédének végén Szűz Máriához könyörgött minden egyes emberért, akik az év ezen időszakában örömtelenek. A Jézus által hozott örömöt kérte számukra Máriától. Ez a csoport nemrég érkezett Spanyolországból a Szent Péter térre, ahol Ferenc pápa a szokásos általános kihallgatását tartotta több ezer ember előtt. Az ANSE szervezethez tartoznak, ami immár 75 éve segíti a vakokat. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación ANSE. A los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor. A szervezet a vak és gyengénlátó embereket segíti mindenben, a Braille oktatástól a munkahely keresésen át a vakvezető kutyák kiképzéséig. Munkájuk elismeréseként az idén októberben megkapták a tekintélyes Asztúria hercege díjat. Igen, nagyon izgalmas évünk volt, de a legemlékezetesebb események egyike ez a mai nap, amikor eljöttünk, hogy lássuk Ferenc pápát. Ez nagyon megindító. A csoport néhány tagjának lehetősége volt személyesen találkozni a Szent Atyával. Ez koronázta meg igazán a 75. évfordulót, mondják. A Szent Atya kiszállt a pápa mobilból és köszöntött minnyájunkat. Egyenesen hozzánk tartott, ezzel is kifejezve háláját a szervezetünknek és az általunk képviselt több mint 3 millió embernek Spanyolországban. Európában a látássérült emberek száma meghaladja 80 milliót.
Az általános kihallgatást követően Ferenc pápa időt szakított arra, hogy üdvözölje az alapítvány egyik munkatársát, és mint általában most is azt kérte, hogy imádkozzanak érte. Úgy vélem fontos, hogy az imáinkat kéri, de vicces is, mert általában mi jövünk hozzá azzal a kéréssel, hogy imádkozzon értünk. Amiatt is csodálatos élmény ez, mert ő közvetlenül kapcsolatban van Istennel, mégis bennünket kér közbenjáró imára. Nos, ez nagyra becsülendő. Az ONSZE tagjai azt mondják, hogy ez a 75. évük nem csupán egy évforduló. Mindenek előtt a missziójuk folytatásának támogatását és lelkesítését ünneplik. A testvériség volt a fő témája a Ferenc pápa által közölt első levélnek, amelyet a január 1-jei békevilágnapjára adott ki a Vatikánban. A testvériség elősegítése a béke alapja, ám azt is leszögezi, hogy a mohóságot és az önzést tartja a legfőbb akadálynak, amelyek a testvériség útjába állhatnak. A pápa felhívja a figyelmet a békére. Arra a bizonyos belső békére. Mint mindig, most is azt emeli ki, hogy az igazi béke az egyénnél kezdődik. A pápa szerint a testvériség ténye abból ered, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ezért felhívja az emberiség figyelmét arra, hogy gondoskodjunk embertársainkról. A fennálló konfliktusok tükrében a pápa arra szólít fel minket, tegyük le a fegyvereket, szüntessünk meg mindenfajta kegyetlenséget az emberek ellen. Azt konkrétan és hangsúlyozottan kiemeli, hogy az országok szabaduljanak meg a nukleáris és vegyi fegyverektől. Ne feledjük el, hogy ennek az üzenetnek a kormányok és a diplomaták a címzetjei. És azt se feledjük el, hogy a pápa nem csak Róma püspöke, hanem államfő is. A pápa hétoldalas üzenetében felszólítja az emberiséget, hagyjunk fel a földi javak mohókergetésével. Hangsúlyozza, hogy ez egy másfajta háborúhoz vezet, olyanhoz, amelyet a gazdasági és pénzügyi szférában vívunk olyan eszközökkel, amelyeknek romboló hatása egyenlő súlyú a családi és az üzleti életben is. A dokumentum elsődleges újdonsága a szervezett bűnözés témaköre. A katolikus egyház teljes egészében mozgósítja erőit a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. A pápa még hozzátette, hogy a bűnözők súlyosan sértik Isten személyét. Az egyház elsődleges küldetése, hogy támogassa a szenvedőket, és hogy szót emeljen annak érdekében, hogy a vezetők tudomást szerezzenek a szenvedésükről, és meg is szüntessék azt. Annak ellenére, hogy manapság úgy tűnik, a vallás és a politika nem jár kéz a kézben, a néhai Robert Schumannak sikerült egyensúlyba hozni mindkettőt. Hamarosan 50 éve lesz, hogy a luxemburgi politikus, akit Európa egyik alapító atyaként tartanak számon, elhunyt. Azért küzdött, hogy a II. Világháború után a megbékélés és az összetartás üzenete életre keljen. A példája segít mindenkinek, aki azért küzd, hogy a politikai diskurzusban megvalósuljanak a keresztény értékek, amelyek egyúttal európai értékek is. Ezen felül azonban mindazoknak is, akik meg akarják mutatni, hogy a kereszténységnek helye van a közéletben. Schumann mindkét világháború közvetlen következményeit megszenvedte. Ez a tapasztalat megtanította arra, hogy alapvető fontosságú a hasonló konfliktusok jövőbeni elkerülése. Csatlakozott három másik politikushoz, a francia Jean Monnethoz, a német Konrad Adenauerhez és az olasz Alcide de Gasperihez. Együtt megalapították az Európai Szén és Acél Közösséget, amelyből később az Európai Unió lett. Miközben a háború által feldúlt földrészeken a béke előmozdításáért fáradozott, mindvégig mélyen elkötelezett keresztény maradt. 2006-ban megkapta az Isten szolgája fokozatot, boldoggá avatási eljárása pedig azóta is tart. Több mint 10 éve dolgoznak az ügyön. Reméljük, hogy a kanonizációs eljárás
kutatás hamarosan befejeződik. Ez az év lehet az, amikor ez megtörténik. Schumann mellett van egy másik csodálatos ember is ebből az időszakból, aki azt a békét és növekedést hozta Európának, amelyet mi megismerhettünk. Ő de Gasperi, akinek szintén folyamatban van a boldoggá avatási eljárása. Az ő életük megmutatja, hogy a politika és a szentség összeférnek egymással. Schumann és de Gasperi tettek róla, hogy ne csak jó keresztény módjára éljék meg az evangéliumot, hanem őszinteséget és tiszteletet vigyenek egy olyan hivatásba, amelyet a botrány és a hatalom gyakran bemocskolnak. Mindenki jól ismeri, nagy fehér szakálláról, piros öltözékéről, ő az a Mikulás, aki minden gyermeknek ajándékot hoz karácsony előestéjén. Az idén azonban új feladatot is kapott, kinevezték az európai erdők nagykövetének. Ez a hét az Európai Erdők Hete, amely alkalomból 40 ország küldöttei gyűltek össze a finnországi Rovaniemiben, hogy tanácskozzanak az erdők szerepéről egy zöldebb gazdaságban. Tény, hogy a népies tévhitekkel ellentétben az európai erdők gyarapodnak, egészségesek és növekednek is. Ezen túlmenően pedig 4 millió embernek adnak jövedelmet és munkalehetőséget. A megbeszélésen arra jutottak, hogy a Mikulás tudna leginkább segíteni nekik abban, hogy az emberekben tudatosítsa az erdők fontosságát. Kinevezésének ötlete a finn agrárminisztertől, Juha Ojalától ered. Ebben a finn kisvárosban van a Mikulás legfőbb postahivatala is. Senki nem tudja még, hogy mi minden tartozik a Mikulás új munkakörébe. Most éppen néhány finn iskolát keresett fel, hogy elmagyarázza a diákoknak az erdők jelentőségét a földi élet számára. Az erdő értékes ajándék. Onnan nyerjük a faanyagot, amelyből épületeket, papírt és tüzelőt készíthetünk. Élelemmel és ivóvízzel is az erdő lát el bennünket, továbbá befolyásolja az éghajlatváltozásokat. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy mindenütt fa és fából készült tárgyak vesznek körül bennünket. Ezzel az új környezetvédelmi küldetéssel a Mikulás riadót fújt az ő klasszikus és egyébként vidám idényében. Első alkalommal tehát a Mikulás karácsonyi ruhája nem csak piros, hanem zöld is lesz. óta a Vatikánban látható leglátványosabb és legszínesebb karácsonyi dekorációk némelyike a világ túlsó feléről érkezik. Ez a 6. Pál teremben kiállított hatalmas kerámia Betlehem, ezek a fából készített díszek pedig Mexikóból érkeztek, egészen pontosan Veracruz tagállamból. Az államfő személyesen adta át az ajándékokat Ferenc pápának. A küldöttség a pápának ajándékozott egy futballmezt is, amelyben a mexikói válogatott tagjai a jövő évi brazíliai labdarúgó világbajnokságon játszanak majd. Ez a különleges kiállítás január végéig tekinthető meg. Először egy fűrészporos szőnyegre lép a látogató, amely az agyagból és gyapjúból készült díszekkel ékesített karácsonyfához vezet. Mindenfajta formában, méretben és színben előfordul. A betlehemi jászó mellett a karácsonyfa, a téli ünnepkör legemblematikusabb szimbóluma. De honnan ered ez a hagyomány? Tengernyi elmélet van erről, a történelem azonban az ősi civilizációk felé mutat. Néhányan úgy vélik, a karácsonyfa pogány jelkép, mások meg, hogy nem az. Jelentése néhány ősi civilizáció hagyományában gyökerezik. Annak idején a kínaiak és az egyiptomiak is fával díszítették az otthonukat.
A reneszánsz korában a keresztények újra felfedezték ezt a szimbólumot, és Jézus születésének ünneplésével új jelentést adtak neki. A kihívás az volt, hogy olyan fát találjanak, amely örökzöld. Ezért az erdei fenyőt és a lucfenyőt kezdték el használni. Ez az örökké valóságnak és Isten soha véget nem érő életének jelképe is volt. Így ha Istenhez, a határtalanhoz hasonlítjuk, és Isten fiához, aki minden karácsonykor eljön hozzánk, a fa azt az Istent jeleníti meg, aki az egész emberiség számára jelen valóvá teszi magát. Aztán jött a díszítés. Az első karácsonyfa díszek Németországból származtak. Luther Márton is támogatta, hogy feldíszítsék a fenyőt. Luther nagyon szerette ezt a hagyományt, és így vezette be, felállította a fát, majd gyümölcsökkel díszítette a paradicsomfájára való utalásképpen. Később az üveggömbök vették át a gyümölcsök helyét, majd megjelentek a karácsonyi fények. Ma már a karácsonyfa jóval több, mint ünnepi dekoráció, világszerte az öröm szimbóluma, és egy mód Jézus születésének megünneplésére. Visszaszámlálással általában az új évet szoktuk várni, a Vatikánban azonban van egy másik is, amely az óriás karácsonyfa kivilágítását előzi meg. A Szent Péter téren kigyulladnak a Bajorországból érkezett erdei fenyőfényei azoknak a látogatóknak a gyönyörűségére, akik a hideg időjárás ellenére is itt állnak a téren. A 25 méter magas fa a ragyogó csillaggal a tetején, a mellette felállított Betlehem, sőt még a fénylő hold is mind olyan hangulatot teremtenek, amelyek segítenek a hívőknek felkészülni Krisztus születésének megünneplésére. Alig néhány órával korábban a pápa köszöntötte az apostoli palotában megjelenteket, és kijelentette, hogy a 4 tonnás fenyőfa éppen olyan nemzetközi, mint maga a kereszténység. Sarà ammirato dai romani e dai pellegrini e turisti di ogni parte del mondo. A palota előtt zenélnek és énekelnek. Mivel a fenyőfa Bajorországból érkezett, az ottani, a délkelet németországi népviseletbe öltözött látogatók is hallgatják a muzsikát. Bár a legtöbb otthonban nincs kórus és nem tartanak különleges ünnepséget, amikor meggyújtják az égőket a karácsonyfán, az ide látogatókat mégis mindez arra emlékezteti, hogy a legfontosabbra már rátaláltak, arra a felfoghatatlan, mégis valódi örömre, amely Jézus születésének ünneplésével jár együtt, ünnepeljünk bár a Vatikánban, vagy otthonainkban. Következő adásunkban felidézzük a 2013-as vatikáni események legizgalmasabb képsorait, itt a római riportokban.